Néhány marék mag kellett ezeknek a madaras képeknek az elkészítéséhez, de azért maradt még bőven tollas barátaink etetésére is a Hétszínvirág tagóvodában, ahol megismerésükre madarászóvi program működik. Az első 5 évben a program atya Zsoldos Árpád tartotta a foglalkozásokat, majd Jannerné Olá Ilona vette át a stafétabotot. 8 foglalkozás, ebből 4 csoportszobai foglalkozás, tehát diavetítés, és 4 pedig terepi foglalkozás. Kiemelkedő nyilvánvaló a madárgyűrűzés, amikor a gyerekek a kezükbe tarthatják a madarakat, de természetvédelmi területtel is ismerkedünk, és most, amikor ilyen hűvösebb időszak van, akkor pedig bent a csoportszobában foglalkozunk a témával. A 2014-15-ös nevelési évben a 2. termi előadást tartották a gyerekeknek a tagóvoda természet búvár termében, a téma téli madáretetés volt. A sorozat foglalkozásain sok mindent megtudhatnak a madarakról az óvodások. Megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan kell a madarakat etetni a télen, hogy meddig kell etetni, mert az is fontos, meg hogy mivel kell etetni, akkor a madárgyűrűzéstől kezdve nagyon sok mindent tanulnak a gyerekek a madarászóviban, úgyhogy nagyon szeretik és nagyon kedvelik, és utána pedig levezetésképpen még mesekönyveket nézegettünk, és azokat a madarakat, amiről a vetített az Ilike, azokról még beszélgettünk, még egész héten meg rajzolgatunk, úgyhogy nagyon szeretik, tényleg kedvelik. Kaptam diót, figyelj, csak tök magot. Mind a 2 jó napot. Azt sem mondták jó napot, és már is elrepültek. Megvan még az ablakom, van dió, és van magom. Jövőre is kirakom, és visszavárom őket. A madarászóvi programsoros foglalkozásán is megismerhettek egy verset a gyerekek, de többet is megfognak a következőn, hiszen Gólya-Gólya Gilice címmel akkor olyan gyermekdalok, gyermekversek állnak majd a fókuszban, amelyek főszereplői a madarak. A madarászóvi program egy-egy sorozata szeptembertől májusig tart.